meghajtáshoz kapcsolódik, hogy mondjuk milyen jogi eszközöket alkalmazott egy hatóság. Magyarországon lehet 100 ezer-től 20 millió forintos adatvédelmi bírságot kiszabni hatósági eljárás keretében. Jogellenes adatkezelés 20 millió forint. Sok-sok tagországban, uniós tagországban még nincsen adatvédelmi bírság. Nyilván egy adatkezelő oda fog bejelentkezni, ahol ha megsérti az adatvédelmi jogot, akkor sem szabhatnak rá így bírságot, vagy ellenem bírságot. És akkor a következő fő probléma, hogy vegyük fel, kitaláljuk, hogy kit akarunk szabályozni, milyen jogi eszköz fogja szabályozni, mi akkor is ott van, hogy a gyakorlatban ezt hogy alkalmazhatjuk. Például a Magyar Adatvédelmi Törvény, az infotörvény 7. szakasza előírja az adatkezelő számára, hogy köteles gondoskodni mindazokról az eszközökről, eljárásokról és megoldásokról, műszaki megoldásokról, hogy az általa az érintettekről kezelt személyes adatok ne kerüljenek illetéktelen harmadik személy kezébe, megfeleljen a biztonsági elvárásoknak, a biztonsági követelményeknek. Most ez megint egy érdekes kérdés, hogy ezt hogy kell teljesíteni. Ha én egy informatikai vezető vagyok, elolvasom ezt a jogszabály szöveget, mit jelent ez, hogy köteles vagyok gondoskodni róla? Bombazár, kutyásőr, szöges drót, vagy tűzfalat telepítek. Vagy kiteszek egy post-it-et minden asztalra, hogy figyelj, nehogy ellopják az adatot a gépedre. Mi az a megfelelő eszközzel gondoskodás? És ezt hogy lehet számon kérni, ellenőrizni? Minek kell megfelelni? Tehát a probléma az az, ahogy Szeleszki Tamás kollégám szépen kiemeli, informatika biztonság témakörben, de ugye ez igaz számos más területen is, a jogi szabályok előírásra kerültek, de azokat a jogalkotó nem részletezi. Ugye, ha túl részletes lenne, akkor világosan meghaladnak azt a jogi előírást, mire elkészülne a jogszabály, mert több más eszközöket használnak az IT szakemberei, vagy az Infocom területen dolgozók. Tehát, ha viszont nem elég részletes, akkor nagyon nehezen tudja azt értelmezni. Ugye ez igaz az IBTV-re, 2013. évi 50-es törvényre. Előírásra kerültek a jogszabályok, az információbiztonság számos területe az állami és önkormányzati szervek részére. Mit, hogyan kell megoldaniuk, megvalósítaniuk. Viszont a hatóság az elmúlt 3 évben nem sok értelmezést adott ki, iránymutatást. Hogy hogyan is kell értelmezni azt a mondatot, hogy hogyan kell egy adott rendszert mondjuk osztályba sorolni, majd ez alapján szintre sorolni teljes szervezetet. Ennek a szabálya is 2015 során megváltoztak drasztikusan, egy novelláris átalakítás keretében. Lényeg az, hogy megvannak a szabályok, de ezt a kötelezet nehezen tudja értelmezni, nincs igazán segítsége ennek a alkalmazására. Másik érdekes tapasztalat, amikor azt mondjuk, hogy adatvédelem, adatbiztonság majdnem ugye azt jelenti, nyilván önök már pontosan tudják, hogy mi a kettő között a különbség. Az adatvédelem az a személyes adatok kezelésével kapcsolatos különböző jogi, jogszabályi előírások, míg az adatbiztonság alatt értjük az adatvédelmét műszaki eljárás eszközökkel, az információbiztonságot, részben az informatikai biztonságot. Tehát az adatbiztonság az a műszaki eljárási oldala az adatok védelmének. Kettőt összemossuk. Azt mondjuk, hogy van egy ISO szabvány. Hallottak már a szabványokról? Például minőségirányításban, ha megfelel az adott szervezet az ISO 9001-nek, vagy a 27001-nek, akkor az a szervezet biztosan működik. Ugyanígy különböző szabványok találhatóak a felhőszolgáltatásra, az információbiztonságra, az adatvédelmi szabályokra. Azt mondja a szervezet, én megveszem az ISO szabványt, alkalmazom magamra, például a 29100 2011-ben kiadott ISO szabvány egy ilyen adatvédelmi keretrendszert ír elő, szabályoz. Nem jogszabály, csak egy szabvány. Nem a jogszabályozás, ez megint önszabályozás. Én magamra nézve kötelezőnek fogadom el, hogy ennek a szabványnak megfelelően fogok eljárni. Hogyan lehet ezt érvényesíteni? Ki fogja ellenőrizni, hogy én tényleg úgy járok el? Ezt adott pillanatban audit alapján lehet meghatározni, megfelelnek a szabványok, de egyébként nem igazán lehet nézni. És megint hasonlóan nemzetközi joghoz, ahhoz, hogy ez egy nemzetközi szinten is érvényes szabvány legyen, az egyes nemzeti jogokhoz mindig passzintani kellene. Az EU szabályozás sokkal szigorúbb ennél a szabványnál, az amerikai szabályozás meg általában nem vár el ilyen követelményeket, mint az ISO szabvány. De azt mondom, hogy az a legegyszerűbb, ha egyszer a joghoz nem értek és túl drága a nemzetközi ügyvédi iroda, 50 kötője 100 000 forint egy óra a nemzetközi ügyvédi irodának, aki megmondja, hogy lehet, vagy hogy nem lehet,
inkább egy szabványt magamra húzok, mert akkor biztos megfelelek. Hát nagyon könnyen lehet, hogy nem felelek meg a kapcsolatban előírásokat. Nézzük még egy gyakorlati példát. Mondjuk azt, hogy közigazgatásban dolgoznak, milyen szabályokat kell figyelembe venni. Azt mondjuk, hogy kezelünk személyes adatokat. Rengeteg közadatot. Egyes szervezeteknél találkozhatnak minősített adatokkal. Szintén más állami tulajdonú, vagy részben állami tulajdonú szervezetnél találkozhatnak üzleti titkokkal, gazdasági adott titkokkal, szellemi tulajdon által védett tartalmukkal. Már csak emiatt egy csomó-csomó jogszabályt és nemzetközi előírást kell figyelembe venni. Ha ilyen adatot lopnak el, akkor meg kell nézni, hogy a, mondjuk külföldre, hogy akkor melyik jogszabály milyen szempontból hogyan alkalmazza. Aztán ezeket adatbázisba pakoljuk, ezeket felhasználjuk. Akkor erre megint külön jogszabályi előírásokat találunk, hogy legyen egy közhiteles nyilvántartás, mit biztosítja ezt, mi tartozik a nemzeti adatvagyonba, milyen létfontosságú rendszerek vannak, amiket védenünk kell, hogyan továbbítjuk ezeket az adatokat egyrészt EU-n belül, vagy EU kívüli országban, hogyan lehet ezeket összekapcsolni, vagy mondjuk hogyan tudjuk újra hasznosítani ezeket az adatokat. Szintén a kötelező tárgy keretében ezen részletesen végigmegyünk, és mindent tudni fogunk róla. Még egyszer, mi szabályozza? EU-s jog, nemzeti jog, nemzetközi jog, csak nagyon szűken, illetve belső szabályozás, például szabványok, vagy én előírhatok olyan belső szabályokat, például informatikai biztonsági szabályzat, vagy adatkezelési, vagy adatvédelmi szabályzat, ami megmondja, hogy helyi szinten én hogy értem ezt a jogszabályt, hogy mit kell tenni. Ja, időben hogy állunk? 14. Még egyszer? 14. Jó, izgalmas részek jönnek, hogy ne aludjanak el. Beszéltünk sok mindenről, megbeszéltük, hogy mivel kellene, kit kellene, meg mik a fő problémák a végrehajtásnak. Na nézzük, hogy mit szabályozunk, mit értünk bele az infokommunikációsokba. Egyrészt, amiről már sokat beszéltünk, magánszféra és adatvédelem. Keretjogszabály az Európai Unió adatvédelmi irányelve, ez a 95/46/1 irányelv. Aztán van az e-privacy irányelv 2002-ből, és jelenleg elfogadás alatt 2018 tavaszán lép hatályba az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amiről nagyon sokat fogunk szintén tanulni. Illetve ehhez kapcsolódik egy nagyon széleskörű szektorális szabályozás. Például az elektronikus reklámüzeneteket. Kinek lehet, hogyan lehet távközlési szabályozás. Távközlésben az adatvédelem hogy néz ki. De nemzeti jogban is megvan. Ott van a felsőoktatási törvény. A felsőoktatási törvény szépen rögzíti, hogy én milyen célból használtam fel az önök adatait. Ott van Neptunban, látom mindannyiuk telefonszámát, e-mail címét, lakcímét, de nem küldhetek rá reklámot, hiába akarom én a kedvenc fizetős oktatásomat önöknek reklámozni, nem küldhetek ki. Csak a tanulmány egy összefüggő ügyből alkalmazhatom ezeket. Nemzeti jog, az info törvény, 2017-212-es törvény, szintén kifejtettem széleskörű szabályozást. Nemzetközi szinten is egy érdekes terület. Egyrészt az OECD irányelvet említettem, amelyet 1980-ban fogadtak el, de mondjuk a Snowden botrány, az NSA megfigyelési botrány kapcsán kiderült, hogy egyes államok, vagy a legtöbb tagállam, illetve a legtöbb magáncég folyamatosan adatot gyűjt rólunk, a szolgáltatásokhoz kiskapuval rendelkezik, és egy nagyon érdekes bírósági döntést olvashattak, ha ma híreket néztek, nem tudom, olvastál valaki. Az amerikai bíróság arra kötelezte az Apple-t, hogy egy terrortámadásban résztvevő személy mobiltelefonjának biztonsági zárját oldja fel. Az illető kóddal védte a telefonját. Az Apple azzal reklámozza magát, hogy annyira ad az adatok védelmére, az adatok biztonságra, hogy még ő sem fogja tudni feltörni az általa gyártott telefont. A terrorista használta azt a telefont, azon megtalálhatóak a hívás előzmények, üzenetváltások, helyadatok, GPS előzmények, rendkívül hasznos adat az FBI-nak. A bíróság kötelezte az Apple-t, hogy törje fel a telefont. Ha az Apple feltöri, akkor elismeri, hogy ő mégsem nyújt teljes adatvédelmet és adatbiztonságot a felhasználóknak. Ha nem töri fel, akkor az Apple támogatja a terrorizmust és nem teljesíti a bíróság elvárásait. Értik a problémát? Akkor most feltörjük a saját eszközeinket, vagy ne törjük el. Érdekes probléma. Másik, ehhez szorosan kapcsolódó terület Magyarországon egy jogszabályban rendezzük, az Európai Unióban külön irányra vonatkozik rá, az információ szabadság. Milyen állami
működésre vonatkozó, azzal kapcsolatban keletkezett adatot kell közzétenni. Vannak adatok, amit nem csak, hogy nem védhetünk meg, de egyenesen közzé kell tenni a weboldalunkon, vagy a közadatkeresőben. Ezek az úgynevezett közérdekű adatok, illetve ha egy törvény előírja, hogy egyes személyes adatokat, egyéb adatokat közzé kell tenni, akkor ez közérdekből nyilvános adatnak fog minősülni. Például ilyen a hallgatói önkormányzatok vezetőinek a fizetése vagy osztatíja. Állami pénzben működő szervezet fizet egy magánszemélynek. Az az ő személyes adata, hogy mennyi ösztöndíjat kap. De ha az állami pénzből történik, akkor már az közérdekből nyilvános adat lehet. Ugyanígy a rektorok fizetése, vagy a posta vezérigazgatójának a fizetése. Vagy egy sokkal könnyebben indokolható eset, egy politikus fizetése. Egy korábban üvegzsebtörvény. Közzé kell tenni ezeket az adatokat kérdés nélkül is, illetve bárki kérdéssel fordulhat az adott szervezethez, vagy a közérdekű adatokat számára ügyékel. Szintén szorosan kapcsolódó terület adatbiztonság és információbiztonság szabályozása. Két terület megkülönböztetéséről már beszéltem, információbiztonság területén pedig egyrészt rendelkezünk az IBTV-vel, 2013. évi 50-es törvénye, másrészt a létfontosságú rendszerelemek védelméről szóló 2012. évi 166. törvénye. Egy számtalan kapcsolódó szabályozása. Szellemi alkotások védelme egy általában. Ezen belül is a szerzőjog, meg az iparjog védelmi alkotások. Ja, sokat meséltem a Bern uniós egyezményről, a TRIPS egyezményről, a korábbi szabályokat nagyon nehezen tudjuk az új térben alkalmazni, úgyhogy alkossanak is, meg védve is legyen, meg terjedjen is a tudás. Érdekes kérdés ezen a területen például a szoftverek szolgáltatás két való értelmezése, amikor nem letöltünk a számítógépünk, mert nem tudunk egy CD-n megvásárolni egy szoftvert, hanem mint az Office 365 esetében, önök a jogot vásárolják meg, hogy fellépjenek egy felhőbe, és ott a saját dokumentumaikat szerkesszék. Onnantól kezdve, az milyen szerzői védettség, hogy nem rendelkezett műpéldánya, csak egy joggal, hogy valamihez hozzáfér. Vagy az Apple iTunes szolgáltatása. Nem tölthetik le azt az MP3 számot, ha önök elmondjak, nem örökli azt a jogot, hogy az iTunes-ból azt a számot meghallgathassa az önöknek a örököse. Az egyszerűen a szolgáltatásért fizetnek, hogy önök, ha ígérnek, addig azt az egy zenét meghallgathassák. Tehát szolgáltatásra válik, ami korábban műpéldány vagy tulajdon volt, egy könyvben megvásárolt könyv például. Másik érdekesség mondjuk a streamelés. Amikor nem marad példány, műpéldány a gépemen, csak megnézem online, ezt hogyan szabályozom. De számtalan ilyen új területe van a szerzőjognak is, amire külön szabályozást kellene találnunk. Ezeket nem térek ki. Iparjogvédelem. Egyrészt szabadalmak, használati mintaoltalmak, és majd megyünk tovább, hogy mikről van szó. Korábban szabadalmaztatni lehetett egy új találmányt, vagy használati mintaoltalommal lehetett védeni egy találmány bizonyos részét. Például, hogy a bicikli kormányának fék hogyan működjön, ez egy használati mintaoltalommal védhető volt. Ha én levédtem, akkor onnantól kezdve csak én gyárthattam, mindenki mások ilyet akart gyártani, nekem szabadalmi jogdíjjal kellett fizessen. Mi van napjainkban? A 3D nyomtatása. Bárki megrajzolja egy szoftverrel az adott eszközt, és lehet művégtagot nyomtatni, belső nyomtót nyomtatni, az űrben a űrhajósok nyomtatják maguknak az új eszközöket, ez pedig itt egy működőképes pisztoly, amit 3D nyomtatóval nyomtatnak. Hogyan védem én a szabadalmi jogot védett termékemet, hogy az bárki otthon ne nyomtassa ki? Árujelzők, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak. Árujelző az mondjuk, tanultak ilyesmit? Tudják melyik? Próbáljuk összerakni, formatervezési mintaoltalom a legkönnyebb. Unikumos üveg. Csak olyan formában, az unikum levédette, olyan formájú üvegben csak az unikum termékét lehet forgalmazni. Védjegy. Betűkből, képekből álló kombináció, ami egy adott termék vagy szolgáltatás egyediségét biztosítja. Ha ránéz erre a vakegér logóra messziről, akkor lehet, hogy tudni fogja, hogy ez az a hely és nem egy másik szórakozó hely. Védjegy. Szintén védett. Ugyanilyen védjegy mondjuk a BMW márkanév,
vagy a bnv.hu doménnevet VDN miatt lehet regisztrálnia kizárólagosan a BNV márkakereskedésnek. Aztán árujelző, például földrajzi árujelző az EGRI mikavér, vagy a villányi por, amikor az adott területhez kapcsolódik. Ezeket is folyamatosan az interneten másolják, utánozzák, újraalkotják, lopják. Például egy példa, ez a lakoszta helyett a lokaszta. És nem krokodil, hanem mókus. Elektronikus kereskedelemben ezek vígan és tömegesen terjednek. Önszabályozás, említettem a doménnév regisztrációt. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten is, ez az ICANN nemzetű szervezet szabályozza. Nem helyi szinten, nem a helyi kormányok döntenek, nem a bíróság dönt a kapcsolódó ügyekről, hanem a domain szolgáltatók tanácsa, illetve internet szolgáltatók tanácsa. Média és tartalomszabályozás. Számos érdekes kérdés van. Nyilvános kommunikációhoz is kapcsolódik, illetve a tartalomszabályozáshoz is kapcsolódik. Például a kommentelők felelősségére már kitértem, gyermekek védelmére kitértem, de például egy izgalmas kérdés, évek óta taníthatjuk, most már 6-8 éve, plusz.infot miért nem lehet leállítani? Számtalan jogsértő tartalmat sugároz magyar nyelven. Miért nem lehet terelni a plusz.info domainről? Van-e valakinek ötlete? Valami olyan országban jegyezték be szintén. Így van, Amerikában található szerver, Amerikában jegyezték be a domain nevet. Hogy említettem, ha nincs valamire nemzetközi egyezmény, akkor nem biztos, hogy tudjuk szabályozni ezt a területet. Magyarországon ez megsérti a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogot számos alkalommal, gyűlöletbeszédnek minősül, számos jogszabály sérte ezzel. Rendszeresen a magyar rendőrség megkereséssel fordult az amerikai hatóságokhoz, hogy járjanak el az amerikai hatóságok a adott doménnévvel, illetve a szerverrel szemben. Meg rendszeresen nem válaszolnak, mert az amerikai nemzeti jogszabályok alapján ezek nem minősülnek vannak. Sokkal tágabban értelmezik a szólásszabadságot, lehet a fekete pártozó vonulhat meg vele, és tiltakozhatnak a fehér dominanciája ellen, de a kultuszlán is vidában működhet. Másképp értelmezik a nyilvános kommunikációt meg a sajtószabadságot. Ugyanúgy az adatvédelmet is teljesen másképpen kezelik. Számukra az, hogy közé tesznek egy politikusról valami adatot, hogy hol lakik és a gyereke a teljén iskolába jár, számukra teljesen természetes, nálunk bűncselekmény lehet. Tényleg az, hogy egyszerűen a jogi hiányosság miatt, nemzetközi egyezmény hiány, nem lehet érvényesíteni ezt a jogszabályt külföldön. Kereskedelmi ügyletek, fogyasztóvédelem, elektronikus kereskedelem esetében én vásárolok egy másik uniós tagországból online terméket, ami hibás. Mondjuk én Dániában rendelek egy dán prospektussal ellátott terméket. Az Európai Unió megalkotta a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendeletét, ami konkrétan kötelezővé teszi, hogy egy egységes rendszerben lehessen hibát jelezni, ne kelljen nekem dánul tudni, rákattintok az adott gombra. Teljesen egyértelmű, hülye biztos módszerrel a fogyasztóvédelmi kérdéseket meg lehessen oldani. De itt is felvetődnek olyan kihívások, amiket nagyon nehéz szabályozni. Ez a C2C, vagy Customer to Customer vásárlás. Nem tudom, valaki használ, de már Uploadot, vagy OLX-et, vagy most már csak a jófogás van. Ha egy magánszemély feltesz egy hirdetést, én megvásárolom, kifizetem érte a pénzt, vagy materán, és nem azt kapom, amit vártam. Elutalom előre a pénzt az iPhone-ért, és a végén egy fél téglát kapok szépen becsomagolva. Ebben az esetben kiállhat el is, hogy a nem fogyasztóvédelmi kérdés, nem fordulhatok a fogyasztóvédelmi hatósághoz, hiszen az csak az üzleti vállalkozások ellen indíthat eljárást. Magánszemélyes szemben nem. Akkor ezt mi szabályozza? Marad az egyszerű polgári jog, kártérítés, de ha nem tudok az érintettről semmit, nem tudok mit tenni. Hát számos új kérdés vetődik fel. Érdekes, még itt nincs sajnos időnk kitérni az elektronikus szerencsejátékokra, elektronikus kereskedelem, vagy a deep web, sötét web veszélyeiről, ebbe a térben folytatott, tiltott kereskedelemről. Informatikai bűnözés. Egyrészt említettem a 2001-es budapesti egyezményt, másrészt az egyes tagállamok saját nemzeti joguk keretében is megalkotják a büntető törvénykönyvüket. Ez nagyban eltér az egyes uniós tagországok között is, nem beszélve mondjuk ilyen országokon vagy kontinenseken átívelő problémákról. Például a pénzmosás tipikusan ilyen, hogy számos másik országból halad át az a pénz, mielőtt egy Kajmán-szigeteki bankszámlára kerül. Nagyon nehéz ezekbe az ügyekbe eljárni, kevés nemzetközi egyezmény.
számítógépes háború majd mesélünk róla részletesebben, videót néző kollégáknak sokat hallottak róla. Nigériai csalás, olyan levelek, amik arra buzdítanak, hogy válaszoljak, kis összeget küldjek, egyre nagyobb összegű pénzt küldjek el az illetőnek. Aztán fontos terület még azonosítás, hitelesítés kérdése, elektronikus aláírásra kapcsolódó szabályozás, elektronikus közigazgatáshoz kapcsolódó ügyek, és hát az EU szerepe. Ebből, ami nagyon fontos számunkra, csak néhány alapelvet emelnék, itt tudom, hogy nagyon megy az időm. Az első, az Európai Unió digitális menetrendje 2010-2020 közötti időszakra két fő területet jelöl meg, például a digitális egységes piacot, szolgáltatások szabadon gond nélkül áramolhassak az egyes tagállamok között. De nagyon fontos, kiemeli a bizalom és biztonságot, mint elérendő alapelveket. Nem lehet digitális vagy nyugat az internet, úgyhogy nagyon komolyan veszik ezt a területet, rengeteg H20-20-as és egyéb pályázatot indítanak ezzel a területen. Védjük a személyes adatokat, gondoskodjunk az adatok biztonságáról. Szintén ki kell emelnünk az Európai Unió bíróságának a tevékenységét, hiszen sok esetben, amire nincsen EU-s irányelv vagy EU-s rendelet, ott a bíróság saját döntésével fejleszti kapcsolódó jogszabályt. Erről majd önök részletesen tanulnak, csak felvillantam a Safe Harbor ügyhöz kapcsolódó Schrems ügyet, a Veltimo ügyről beszéltem, a Latvédelmi Hatóság eljárhat vagy sem, Google Spain ügy vagy a törléshez vagy elfelejtődéshez való jog, amire kimondta az Európai Unió Bíróság, hogy hiába Európai Uniós irányelvről beszélünk, az bárki külföldi szolgáltató is köteles magára nézve kötelezőként alkalmazni, kötelezőnek tekinteni, pusztán azért, mert európai személyek adatait kezelik. Új európai keretrendszert alkottak meg, 2018-a lejönjék hatályba, két dokumentumon áll, egyrészt egy általános adatvédelmi rendeletből, ami általános ügyeket fogja rendezni, másrészt a bűnügyi és igazságügyi ügyekben történő együttműködésről szóló irányelvet, ami próbálja kicsit szorosabbra fogni pont ezt a problémát, ezt a biztonság és bizalom kérdéskörét, számítógépes bűncselekményekkel kapcsolatban, amit lettem, az egyes bűnöldöző szervek, igazságügyi szervek, hogy tudnak együttműködni. Részletekben nem mennék bele, szintén a kötelező óra keretében ezeket még sok-sok-sok alkalommal fogjuk végigrágni és megtanulni. A rendelet elemeiből szeretném kiemelni az adathordozhatóságot, mint az egyik legizgalmasabb elvárást. Ha önök Google Plus-ban létrehoznak egy profilt, barátokkal, ismerősökkel rendelkeznek, megosztásokkal és kommentekkel. Ha hatályba lép 2018 tavaszán a rendelet, akkor az adott szolgáltató köteles lesz biztosítani önöknek, hogy önök letölthessenek egy darab nagyméretű fájlt, és ezt bemásolhassák Facebookra, és onnantól kezdve ott meglegyen mindez az adatok, amit már csináltak. Az egész mögött a logika az, hogy az önök virtuális énje, virtuális világban létrehozott másolata, az ugyanúgy érték, amit védeni kell. Innentől kezdve ezeket a személyes adatokat én hordozhatom magammal. Ha meg akarom változtatni, és ezentúl nem Gmailt szeretnék magamnak használni, hanem Yahoo-t, akkor lementhessem az összes korábbi levelezésemet, és vihessem magammal, felmásolhassam a Yahoo-ra. Nyilván egy hatalmas elvárás az adatkezelők részére. Adatszivárgás bejelentés szintén az adatbiztonsághoz kapcsolódó követelmény. Ha tőlem adatokat lopnak el, jön a hacker és elviszi az adataimat, akkor ezt jelentenem kell adott időponton belül, volt szó 24 óráról, 48 óráról, lényeg az, hogy nagyon rövid határidőn belül, 72 óráról, nagyon rövid határidőn belül jelentenem kell a tagállamom illetékes adatvédelmi hatóságának, hogy tőlem adatot loptak. Ha nem, akkor bírságolható leszek. Na, és végül egy kis információbiztonság, ugyanis a versenyfő profilja ez lesz. Ugye beszélünk kibertérről, szárazföldi, tengeri, légi, kozmikus tér mellett az információs térről, amelyben hadviselünk, védekezünk, információbiztonságról gondoskodunk. Az Európai Unióban ez a legfontosabb, nincs hatályos átfogó szabályozás. Információbiztonságról, mi tök jók vagyunk, hogy Magyarországon itt az IBTV, ezen kívül még van a cseheknek részletes információbiztonsági törvénye, aztán ennyi. Németek évek óta próbálnak összerakni egy ilyen jogszabályt, viszont ezt leszámítva nem nagyon találtunk ilyet. Vannak a szabványok, ezekről már beszéltünk, megbeszéltük, mik a fő problémák vele. Szintén probléma, hogy ez nem az EU szabályozási köre, hiszen ez korábbi harmadik pillér alá tartozó terület,
tehát az egységes piac működése vonatkozásában tud maximum ilyen szabályokat alkotni az Európai Unió. Van viszont digitális menetrend, ami a kiberbiztonságot stratégiai célként kezeli, és ehhez kapcsolódva 2012-ben a parlament már egy állásfoglalást tett közzé a kiberbiztonság és kibervédelem területéről. Készítettek egy nemzetközi felmérést, ami alapján az európai cégek vagy vállalatok 57%-a már élt át valamilyen kiberbiztonsági incidens, ez nagyon-nagyon magas szám, 57%-tól már loptak adatot, értek hozzá, vagy fértek hozzá az adataihoz illetéktelenül, illetve valamilyen problémát tapasztaltak. És ezért 2013-ban az Európai Bizottság közzétette az EU kiberbiztonsági stratégiáját. Ami egyrészt foglalkozik az európai telekommunikációs rendszerek meghibásodásának megelőzésével, illetve támadások megelőzésével. És nagyon érdekes számunkra, hogy válaszlépésekkel is. Hogyan lehetne válaszlépéseket tenni egy támadással kapcsolatban. Fontos, hogy ez csak egy stratégia, nem jogszabály, nem kötelező, pusztán terveket, irányokat jelöl ki, hogy merre kellene az Európai Unióba haladni. Legyen ellenálló képességünk a kibertámadásokkal kapcsolatban, drasztikusan csökkentsük a kiberbűnözést, közös védelempolitikához kapcsolódó szakpolitikát dolgozzunk ki, és legyen kapacitás. Nagyon érdekes, csak annyit akar kérni ez a stratégia az uniós tagállamoktól, legyen valaki az adott országban, aki ért ehhez. Ipari és technológiai források fejlesztése a területe, kérdésekre vonatkozó koherens uniós és nemzetközi szakpolitika legyen. És ami nagyon izgalmas, hogy elkészült ezzel kapcsolatban is 2013-ban egy irányelvjavaslat. Ami ha elkészül és elfogadják, szintén 2018-2019 körül nemzeti jogba átültetésre kerül. Lesznek nemzeti jogszabályok Európában az információbiztonság témakörben. Tehát míg egyelőre 2-3 jogszabályról beszélhetünk csak a területen, Horvátországban is van egy jogszabály ezzel a területen, kicsit szűkebb hatállyal, de azért erről a jogszabályról is beszélnünk kell. Lényeg, hogy minden országban lesz valami. Amit elvárna ez az irányelv, oda írtam is, hogy a méregfog nélküli irányelv, mert nagyon le van csupaszítva az eredeti javaslathoz képest sokszor módosították, pusztán 4-5 fő célt ír elő. Legyen stratégia minden tagország. Érezzük, ez nem olyan fű, de nagy elvárás, nem jogszabályt kérnek még, csak stratégiát. Egyáltalán gondolkozunk ezzel a területtel, ezzel kapcsolatban. Legyen egy hatóság. Magyarországon ott a NEI, Nemzeti Elektronikus és Információbiztonság Hatóság. Legyen valami hatóság a területen. Aztán legyen együttműködés a tagállamok között. Ha valakit megtámadnak, tudja jelenteni a többi tagállamnak. Illetve legyen egy kockázatkezelési eljárás, szakértőkkel hogyan kell kapcsolatot létesíteni, az ENI szak keretében, amiről volt szó előzórán, hogyan lehet kommunikálni, hogyan lehet a problémákat meghatározni. Magyarországon szintén van stratégia, van IBTV, nem nagyon megyek bele, BM alá tartozó kibervédelmi intézet, számtalan információbiztonsági felügyelő, már 2 éves tapasztalatunk van, kapcsoló rendeleteket ismerjük, illetve röviden beszéltem a létfontosságú rendszerek védelméről, ami szintén egy nemzeti szintű jogszabály, de a critical infrastructure védelme, kritikus infrastruktúra védelme, ez egész Európában egy magas szempont. Hogyan védjük meg az állam működéséhez szükséges legfontosabb területeket, szolgáltatásokat? Például legyen kommunikáció, pénzügyi rendszereket ne oblasszák össze egy kibertámadás során, hogyan védjük meg a elektromos áramot szolgáltató intézményeket a támadásoktól. Köszönöm a figyelmet, a könyvben nyilván egy kicsit más megközelítéssel, más szempontokkal találkozhatnak, de az mindenki számára elérhető és el tudja olvasni. És jövő héten Krasznai Csaba kollégám érkezik, és meg fogják bemutatni a technológiai oldalát ezeknek a problémáknak, amiket felvillantottam. A technológia milyen kihívásokkal szembesül nap, mint nap, milyen új eszközök, milyen új megoldások vannak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és számítunk a következő órán is.